1-2%-os emelkedés várható a térség termelésében az év végére az előző évhez viszonyítva, mondta Slobodan Vojinović, a Szabadkai Körzeti Gazdasági Kamara elnöke. Kismértékű kismértékű előrehaladásra, illetve a gazdaság megszilárdulására számíthatunk, mondta Pásztor István a kamara ülésén. Még az idén megalakul az a munkatestület, amely a vajdaság pénzeléséről szóló törvénytervezetet dolgozza ki, emelte ki a tartományi parlament elnöke. Nem látok más lehetőséget az előrehaladásra, mint hogy azok az emberek is, akik politikailag nem ugyanabban a pozícióban, vagy ugyanazon az állásponton vannak, egy asztalhoz üljenek, megpróbálják a problémákat megfogalmazni és a megoldásokat megkeresni. Nincsen alternatívája az ilyen típusú párbeszédnek. Ha erre alkalmasak leszünk, és ha ezt sikerül megvalósítanunk, akkor van esélye annak, hogy középtávon talán érezhető változás álljon be pozitív értelemben. Az évzáró ünnepségen a térség 5 vállalkozásának gazdasági tevékenységét elismerésekkel díjazták.